A DSTV munkatársai is megmutathatták tudásukat a szombati Nemzetek Csatája elnevezésű küzdősportgálán. A két szerkesztő csak 4 egyperces menetben feszült egymásnak, de ez is éppen eléggé megterhelő volt számukra. Amikor megütött és bennem maradt a levegő, akkor azt éreztem, hogy én elpusztultam, aztán amikor visszabírtam ütni, akkor meg azt, hogy ő fog elpusztulni. Egy hihetetlen nagy csata volt, hihetetlen élmény volt, és még most is egyszerűen remegek az adrenalintól. Nagyon jó érzés volt, és tényleg nagyon adrenalindús volt az, hogy ennyien kim voltak, és nem gondoltam volna, hogy ilyen jó érzés lesz, most ha mondhatom ezt, megütni a felettesemet, most így mindenféle hierarchiát. Persze a tisztelet az megvolt fel, és most is megvan nyilván ugyanúgy, de akkor benne a ringben ez teljesen megszűnt, és akkor gyakorlatilag ketten voltunk egymás és a világ ellen, úgyhogy ez nagyon jó volt. A szombat esti gálán természetesen nem csak a helyi televízió munkatársai, hanem profi kiszorítóba léptek. A dunaújvárosi szurkolók örömére a házigazda Sukotai Team és a Team Rozman versenyzői közül Nédó József, Gálantal Levente, Gáspár Milán, Kovács Rihárd, valamint Polester Tamás is győztesen hagyta el a ringet. Farkas András és Fridl Martin pedig döntetlen ért el. A szintén dunaújvárosi Sulák András box mérkőzése hamar véget ért, ugyanis ellenfele már az első menetben bedobta a törőközőt. A debreceni Berényi Roland 5 menetes küzdelemben végül legyőzte osztrák vetélytársát, megszerezve ezzel a WKF Pro K1 kis világbajnoki övét. A gála másik címmeccsén Patricia Apollo már az első menetben feladásra késztette szerb ellenfelét. Az este legnagyobb érdeklődéssel várt összecsapását a dunaújvárosi Szeri Attila, valamint az ugandai Kimera Faruk vívta egymással. A Muay Thai szabályrendszerű találkozón végül a hazaiak versenyzője örülhetett, méltó lezárást adva ezzel az egész estés gálának.